miért nincsenek az iskolákban megfelelő drogmegelőző programok, egyáltalán melyek a legveszélyeztetettebb csoportok, melyek azok a szerek, amelyek a legjobban mennek, és milyen megoldás van a problémára. Ezekről fogok majd beszélgetni Batári Szepesi Anikóval, az Újpesti Központú Drogstop Egyesület vezetőjével. Üdvözlöm Önöket, ez a Helyi Érték. De még mielőtt ebbe a témába belemennénk, ellátogatunk Tábori Ferenc motorkerékpár javító és építőmesterhez, aki a kopott lábtartóktól a muzeális szintű restaurálásig sok titokba beavat bennünket. Tartsanak velünk! Ez az élvezet, hogy csak ennyit kell csinálni, így húzok egy kis gázt, és akkor az megy, gyorsul, és gyorsan oda megyek vele, ahova akarok, aztán nem beszélve arról, hogy aki ezt élvezettel csinálja, az ugye döntöget is. Tehát azért ifjú korunkban ugye élveztük, hogy na, kopott a lábtartója, vagy nem kopott a lábtartó, ugye? Amikor Tábori Ferenc ifjúkorában egy szép lányal ült a motoron, és elkapta őket az eső, akkor lepattantak és elővették a kabátjaikat. És a járgányt takarták le. Hát ez a szerelem. A lányból aztán feleség lett, de a sztori azóta is megmaradt. Feri bácsi időnként még ma is megkapja az orra alá. Pedig akkoriban nem a motor volt a csajozós gép. Ifjú koromban akkor, ha valakinek autója volt, az fél siker volt a nőknél, ugye? De hogyan lett Tábori Ferenc a kétkerekű gépek bolondja? Minden a Magyar Honvédelmi Szövetségnél, az MHS-nél kezdődött. Az utcánkban volt egy fiatalember, aki az MHS-nél ilyen nyüzsgő mozgó ember volt, és ő szervezett egy motorkerékpár vizsgára egy tanfolyamot. És akkor én még akkor fiatal voltam, de kezdtem körülötte nyüzsögni, és hát ugye zugba, de ki is próbálhattam ott egy 125-ös csepelt, és ez nekem piszkosul megtetszett, és akkor a következő turnusba beneveztem, noha nem voltam még 17 éves, de beneveztem, és korengedménnyel jártam erre a tanfolyamra, és hát természetesen le is vizsgáztam, úgyhogy szülői hozzájárulás kellett, és na, onnantól kezdve aztán ez egy egyenes út volt, hogy a motor. Tábori Ferenc azóta az ország egyik legismertebb motorkerékpár szerelőjévé vált, évtizedek óta az Újpesti Templom utcában dolgozik. És nem csak javít, hanem fejleszt, épít, restaurál is. Két szenvedélye találkozott ebben a szakmában. Általános iskolás koromban már nagyon gyakorlatias voltam. Tehát én örökké építettem valamit, fizika órán, amit tanultunk, azt én mindig mindent megépítettem. Én úgy hagytam ott a 8. osztályt, hogy egy szekrényi kísérleti anyagot hagytam ott az iskolában, a detektoros rádióktól a morzéig, mindenféle ilyesmit, amit tanultunk, meg amit azon túl is csináltam. Azokat én ott hagytam az iskolába egy ilyen nagy üvegszekrénybe. Tehát ez már akkor indult 14 éves koromban, sőt 13 éves koromban beiratkoztam egy rádióamatőr szakkörbe, mert nagyon érdekelt a villamosság mindig, meg ma is. És indult ilyen rádióamatőr szakkör, és akkor egész a motorozásig, még talán lehet, hogy a motorral együtt is egy évig közösen műveltem a rádió amatőrködést. A villanyszerelési ismeretek jól jöttek a motorok javításához, de a gépészetet is meg kellett tanulni. Közben ugye 14 évesen, amikor végeztem az általános iskolával, akkor felvételiztem a 5-ös Loránd gépipari technikumba, tehát innentől kezdve a sorsom is megpecsételődött. Aztán jött több mint egy évtized a MÁV járműjavítójában. A fiatal Tábori Ferencnek pedig ez maga volt a paradicsom. Rengeteg autója volt a cégnek, sok motorkerékpárja volt a cégnek, sinenjáró járművek voltak, amit Pannonia motor hajtott, de hajtott a dízel is, tehát sok minden. Ott én nagyon-nagyon sokat tanultam. 14 évig dolgoztam ott a vasútnál. Később adódott egy lehetőség. A nagynéni ágán volt egy kis üzlet, ahol korábban csavarok, kötőelemek készültek. Az akkora már vasúti tisztként szolgáló Ferenc ott hagyta a nyugdíjas állást, és átvette a boltot a tántitól. Mikor én kezdtem, akkor nagyon nagy dolog volt maszeknak lenni. Tehát például a helységet nem lehetett szerezni. Tábori Ferenc eleinte a bringákra állt rá, hamar hírekelt, jól is ment az üzlet. De némi baráti ráhatásra áttért, vagy inkább visszatért a motorok szervizeléséhez. Ezek a barátok, ugye ezek már olyan korúak voltak, hogy motoroztak. És ők tudták, hogy én
motoros ember vagyok, és nagyon gyorsan híre ment. Tehát 2-3 év alatt befutott a motorkerékpár javítás is. A kerékpár, mivel azzal kezdtem, az meg már virágzott. Na most valamit tenni kellett, mert a kettő együtt nem tudtam csinálni, mert ott is kicsi volt a Templom utca 4-ben is a üzlet, így a kerékpárt abba hagytam. Úgyhogy aztán akkor én eladtam a kerékpár cuccokat, és akkor maradt a motorkerékpár. A műhely maga kis túlzással technikatörténeti múzeumnak is elmenne. Hát a köszörűt ugye mindenki ismeri, világítással itt használjuk nap mint nap. Aztán fúrógép ugye világítással, ez ilyen lábkapcsolós, hogy ha fúrunk, akkor tudjuk fogni rendesen, és akkor ez is szokásos, csak lábkapcsoló nem szokás. Esztergapad megint egy fontos kellék a műhelyben, úgyhogy az három fázis, világítás, és világítás, és akkor mehet is, már forog is. És csak hogy érezzük, milyen korba mutatnak vissza az eszközök, itt egy kis rejtvény. Ez a jelvény, ezt tessék nekem megfejteni. Rákosi művek. Na tessék, az. Rákosi Mátyás művek. R betű, M, meg még egy M. Ki? Ez éppen a marógép. Mégpedig, ahogy Tábori Ferenc beavat bennünket, egy univerzális marógép. Vertikálisan és horizontálisan is lehet vele dolgozni, de a részletektől most megkíméljük önöket. Aztán jött a tuningolás, aminek gyökerei szintén a mávos időkben nyúlnak vissza. A lényeg az, hogy dolgozott ott egy Erdei Pista bácsi nevű kisöreg, aki mániákusan szeretett tuningolni. És egy 125-es csepelje volt neki, és azzal járt dolgozni. És Pista bácsi mindig a motorblokk lerakta a portán, és akkor betakarta motorblokkot, berongyolta minden, és akkor, amikor ment haza, akkor melegítette, és látta, hogy engem ez a dolog érdekel, és akkor beleavatott dolgokba. Engem Pista bácsi rendesen megfertőzött, úgyhogy csináltuk ott a hengereket rendesen fusiba, hozzá lehetett jutni nagy karburátorokhoz, a munkagépekhez, mert rengeteg, mint mondtam, rengeteg munkagép volt, és megcsináltuk az én motoromnak is, akkor éppen 125-es csepelem volt. Aztán pedig a versenyzők is felfigyeltek rá. Amikor a Simpson a csúcson volt, meg én is akkor a csúcson voltam Simpson fronton, no akkor volt Simpson kupa. Most is van, megint felé lett. Na akkor ebbe a Simpson kupába a sok Simpsont csináltunk. Szponzoráltam is egy keveset, kijártam ezekre a versenyekre, úgyhogy első helyezettnek megcsináltam a generáljavítását, meg ilyeneket csináltunk. A következő nagy falat pedig a veteránozás. Egyre másra kerülnek elő napjainkban a régi pannóniák, csepelek, danúviák. Feri bácsi pedig ért hozzájuk. Sokan vele rakatják rendbe az öreg pajta leleteket. A mester maga is őriz néhányat ezek közül, de az új szerelem ez. Egy csaknem 60 éves BMW. Másfél éve hozták be a műhelybe, az utolsó csavarig fel lett újítva. Már csak egy-két beállítás hiányzik, néhány órányi munka van még vele. Egyelőre egy póttankról indul. Na, megy ez. Csak érteni kell hozzá. Na, mit szólnak a hangjához? Kár, hogy a szagát nem érzik. Igazából ez már inkább illat. Az öreg gép Svédországból került ide, ott rendőrmotorként szolgált, ezért fehér. Ami ritkaság, ezek a BMW-k többnyire feketék voltak. Feri bácsi szerint szinte túl restaurált, vagyis szebb, mint volt újkorában. Annyira az, hogy a motorokért kevésbé rajongó hölgyeknek is megakad rajta a szemük. Ha ezt a motort kiteszem ide az utcára, biztos, hogy minden második hölgy megáll, mert ez még a hölgyeknek is tetszik. Tehát ez annyira szép, egyedi, egy ilyen szépen elkészített motor, hogy még a hölgyek is meghatódnak. Vége hossza nincs a történeteknek, Feri bácsiból évtizedek szólnak. A maga által készített profi gokarttól a fia számára tuningolt Simpsonon át, a feleségéig, aki sajnos nem engedi be a motort a nappaliba. Én télen is motoroztam mindig, tehát ifjú koromban, ugye csak azért is
kihívásképpen is, tehát jégen is. Én beszakadtam motorral a jégen, úgyhogy a motor megállt, én meg kimenekültem, a motort nem bírta el, ahogy bementem a jégre, és amikor megálltam, akkor hát nem volt megfelelő a jég, nem volt mély ilyen, tudom, 40-50 cm talán a víz alatta. Motor beszakadt, ugye oldalról támasztotta, el nem dőlt a motor, én kiszaladtam, a motor benn maradt. Igen ám, és akkor hoztuk a deszkákat, és akkor bemásztunk a motorhoz. És akinek a vérében van, a fölött hiába telnek az évek. Az érzés ugyanúgy kell. Motoros az a közúton is braiskodik, tehát azért tehát én vén fejjel, ha jó motor jön ide hozzánk, és elmegyek, most nem döntögetek, tehát olyan nincs, de alig várom, hogy legyen egy olyan szakasz, hogy megyek ki kifelé, hogy ahol oda kenem neki. A stúdióban Batári Szepesi Anikó, az Újpesti Központú Drogstop Budapest Egyesület vezetője, akit köszöntök szeretettel, köszönöm, hogy eljött hozzánk, kezi csókolom. Üdvözlöm, köszönjük a meghívást! Melyek azok a csoportok a társadalmon belül, akik a legveszélyeztetettebbek, akik a leginkább ki vannak téve a drogfogyasztás veszélyeinek? A kérdés arra vonatkozik, hogy gyakorlatilag mindnyájunkon kívül, akik mindnyájon veszélyeztetettek, lehetünk bármikor valamilyen formában. Kinek van meg a legkevesebb mondjuk védőfaktora ahhoz, hogy így ebből jól kerüljön ki. Hát nem is az a kérdés akkor, hogy ki a legveszélyeztetettebb, hanem az, hogy ki az, akinek a legkevesebb védelme van. Értem. Azzal szemben, hogy beleessen ebbe a szenvedélybe. Akkor így közhelyesen tudom mondani rögtön, hogy például a gyermekvédelmi ellátásba kerülők, és az ott hosszú éveket eltöltő gyermekek és fiatalok például, mind azért, ahonnan jönnek, azokból a szociális mintázatokból, mint azoknak azonnal hozott esetleges sérüléseknek a feldolgozásának a segítségének a kevés volta miatt, illetve az eközben szerzett traumáiknak a feldolgozatlansága miatt, a hozott mintáik miatt, illetve hogy a jövőképnek egyfajta hiánya okán. Hogyha a sztereotípiánál maradunk, akkor azt mondjuk, hogy a gyermek javító nevelő intézetekben eleve már a belső körülmények is olyanok, amelyek kevésbé teszik védetté a fiatalokat ezzel a problémával szemben. De akkor itt nem az intézményekről csak kell önmagában beszélni, hanem ezeknek az intézményeknek a jellegét pont azok a gyerekek, fiatalok adják meg, akik oda bekerülnek. Meg hogy itt nem is az intézményekre gondoltam egyébként, hanem erről a végtelen sok gyerekről és fiatalról, és itt egyáltalán nem az intézményeket teszem negatív aspektusban, sem a nevelőszülőket, sem a nevelőszülői hálózatot, hanem pusztán azt a kockázati tényezőt, ahova azok a gyerekek és fiatalok kerülnek be, akik kiszakadnak az amúgy is diszfunkcionálisan működő családjukból, majd bekerülnek akár teljesen jó szándékú és teljesen profi és érzem gazdag nevelőszülőkhöz, illetve még csak az intézményekről sem tudjuk azt elmondani általánosítva, hogy nem feltétlenül jók a körülményeik, de hogy általában meg tudjuk, hogy 50%-osan nem jók a feltételek, hanem hogy úgy egyáltalán ez a sors, ez az út, ami ehhez megadatik, és valóban bent nincsenek meg a feltételek ahhoz, hogy az összes érzelmi, tudásbeli, egyéb fejlesztést megkapják a gyerekek és a fiatalok. A szerhasználat ez szerint tünet? Igen, a szerhasználat tünet. És miknek a tünetei lehetnek? Mert most a szocializációs körülményeik alapján negatív vagy veszélyeztetett csoportban tartozó fiatalokról beszéltünk egy néhány szót, de itt egyéb más krízisek is szóba. Van, aki olyan nyúl a szerhez, aki egyébként kívülről nézve normális körülmények között él, normális közösségben él, most ebbe értsem, beleérthetjük a családi közösséget, eljár egyébként dolgozni, de mégis van valami, ami arra vezeti őt, hogy egy kábítószerhez nyúljon. Igen, ezt nagyon jó, hogy külön vette, mert hogy az egy dolog, hogy vannak úgymond klasszikusan nehéz sorsú gyerekek, fiatalok élethelyzetek, ahol a jövőkép hiánya, ahol az egyáltalán az elsődleges szocializációs minta, ahol nem tudok más csinálni, ez legalább ott van és kézzelfogható. Míg van a másik, amikor így bármikor belekerülhetek olyan helyzetbe, hogy kiderül, hogy én érzelmileg nem működöm jól, én nem tudok közvetlenül intim kapcsolatokat teremteni,
Vagy én annyira jól vagyok, vagy annyira túlpörgök, hogy úgy tudok lelazulni, lazítani, hogy szerekhez nyúlok. Itt most csak a szerekről beszélünk, és nem beszélünk egyéb függőségekről, mondjuk viselkedésbeli egyéb függőségről, ha jól értem. És akkor sem biztos, hogy az én szerhasználatom az problémás lesz. Tehát, hogy még mindig lehet, hogy azért használok ideig, óráig valamit, mert mondjuk hiperaktív vagyok, vagy figyelemzavarom van felnőttként is, vagy fiatalként, vagy annyira stresszes a munkám. És akkor itt van az örök vitatott kérdés, hogy alkohol, nikotin, kávé, marihuána és egyéb szerek közül mi az, aminek a használata problémás és nem problémás, de ebben most ne is menjünk bele. De hogy valóban gyakorlatilag sok minden kimozdíthat abba az irányba, hogy valamit kipróbáljak, ez lehet teljesen örömömben is kipróbálhatom, hiszen bármelyik szer használata az jó, tehát hogy nem arról van szó, hogy rögtön az életemet akarom feladni és szétesni és rosszul lenni, hanem egyszerűen szeretném valahogy érezni magam, vagy lazábban, vagy pörgősebben, vagy jobban, vagy valamilyen módon. A kérdés mindig az, hogy hogy van az én személyiségem éppen, hogy van az én fizikális állapotom, a kapcsolati hálom, mennyire van egy kicsit függő személyiségem, hogy belecsúszok ebbe. És ugyanígy, hát ebbe a legkiemelkedőbb példa az alkohol, ahogy köztünk él, és ahogy viszonyulunk az alkoholhoz. Ez kulturális kérdés? Valószínűleg kulturális kérdés. Például az alkoholfogyasztás valószínűleg kulturális, genetikus, szokás, probléma megoldó, konfliktus, feldolgozás, rituálék, illetve hogy mennyire tabusítunk egy adott témát és kérdést. Mondjuk az alkoholnál megvan az is, hogy egy baráti társaság leül néhány korsó sör mellé, akkor ott nem föltétlenül az aktusnak a lényeg, hogy alkoholtartalmú italt fogyasztanak, hanem az annak az aktusnak a lényege, hogy emberek összejönnek és jól érzik magukat együtt. Nem tudom, hogy ez ugyanez megvalósul-e mondjuk kábítószer használat közben is. Hát megvannak a rituális kábítószer használatok is, tehát hogy mondjuk a fiatalok vagy felnőttek között is, tehát hogy tehát egyrészt amikor valamivel módosítom a tudatállapotomat, az érzékelésemet, egyrészt szeretem azt, ahogy olyankor vagyok. Tehát ez lehet alkohol is, kábítószer is. Ugyanakkor, amikor valakivel együtt csinálom, akkor közösen kezdünk el valahogy lenni. Van ennek egy közös élménye, egy közös megtapasztalása, egy közösségbe kerülés élménye. Ezért nagyon fontos egyébként pont a fiataloknál, hogy tisztában legyenek saját magukkal, hogy miért próbálják, mik a határaik, miért csinálják, tudja, hogy mit használ, mit próbált ki, mennyire veszélyes, és hogy neki ez utána ott lehet elcsúszni, hogyha ez egy kicsit többet ad. Viszont, hogyha már említette, hogy a kábítószerfogyasztásnál is megvan ez a közösségi és rituális elem, akkor a droghasználat elleni fellépésnél gondolom, hogy nem elég az egyént, a droghasználót kezelni, hanem azzal a közösséggel is kezdeni kell valamit, amelyen belül ez a fajta szerhasználat ez elfogadott. Hát ez egy kicsit ilyen rókafogta csuka, mert hogy egyébként egy közösségben történik, egy ponton túl elképesztően magányos élményé válik, akár így, akár úgy, főleg, hogyha problémássá változik ez a szerhasználat, tehát hogy nem kezelhetővé. Ugye már a magyar jogrend szerint az első pillanattól problémás, amennyiben büntetőjogi vonatkozása van, tehát hogy vehetjük ezt így is. Azt a közösséget nem nagyon lehet általában kezelni, amiben ez benne van. Mindig az egyént lehet. Tehát az egyénnek kell meghozni egy döntést, egy változásra való lépést, egy elhatározást. Tehát az egyén változása lesz az, ami az ő változását tovább fogja kísérni. És mondjuk egy ilyen, hát ahogy a szülők szokták mondani, ez a klasszikus lehúzó rossz társaságot, azt csak elkerülni lehet. Tehát, hogy mondjuk... Viszont azon lehet dolgozni, hogy a gyerek, fiatal, bármely érintettje a droghasználatnak bekerüljen egy olyan közösségbe, amelynek viszont az a célkitűzése minden tagjának, hogy megszabaduljon ettől a függőségtől. Azt is lehet, és egyébként olyan is volt már nálunk az egyesületnél, hogy olyan történt meg, hogy úgy érkezett egy csapat fiatal, valóban mondjuk így szülők által deregárva, tehát azért nem volt ilyen ördögtől való a kérdése, hogy igen, ők egy csapatban, és akkor a szülők ezt így elkezdték nem érteni, nehezményezni, nyilván jogosan aggódni, és akkor együtt jött el ez a társaság, és együtt lehetett velük együtt gondolkozni, beszélni az érzéseikről, a dolgaikról, az életvitelükről,
De mert hogy ez a döntésük is egy közösségi célkitűzésé vált, és közösségi élményt is. Igen, és egy kicsit azért, belőle, hogy megértetni, közelíteni a saját döntéseiket például a szüleikhez, vagy ehhez a közösséghez, mert ugye bármiféle szerhasználatból való gyógyulás, vagy kilépés, vagy hogyha akár csak egy, mint rossz szokásnak a letételéhez, nagyon fontos a saját döntés és elköteleződés, ugyanis nem lehet senkire ráparancsolni, hogy na most hagyd abba, és akkor ő elszégyeli magát, és hú, tényleg, és abba hagyom, mert hogy neki nem abban az állapotban van, hogy számára az felismerhetően akár kellemetlen vagy rossz legyen, onnantól lehet meghozni ezt a lépést, hogyha ő magára már akkor a szenvedés nyomás nehezedik. A kábítószer használókkal vagy függőkkel foglalkozó szakemberek szemében milyen kategóriái vannak, vagy milyen kategóriákba sorolhatók a szerhasználók? Mert ahogy említette, a BTK szerint a dolog egyszerű. Aki nem használ kábítószert, az nem érintetje a problémának, aki igen, az pedig büntető törvénykönyvben ütköző cselekedetet hajt végre, már a fogyasztással is. Most az, hogy a terjesztés, meg az előállítás, az BTK kategória, ezen nincs is miért vitázni. De a használatnak azért nagyon különböző formái vannak. Akkor, amikor 16-7 éves gyerekek egy kispál koncert után elszívtak egy füvescigit, vagy előtte, az valószínűleg nem pontosan ugyanaz a kategória, mint aki életvitelszerűen függő, még hogyha BTK szempontból ugyanabba a kategóriába is esnek. Mindenki nevében nem tudok nyilatkozni, mert hogy ebben nincs egy nagy szentencia, hogy akkor ezt így vagy így lehet kategorizálni, de valóban szörmentén ez, hogy vannak, aki kipróbál, kipróbáló, mondjuk, és mondom, hogy most a szerekre szorítkozunk, szereket. Van, aki azt mondja, hogy lesz ebből egy rekreációs szerhasználó, havonta, hétvégente, ha elmegy egy fesztiválra, vagy ha úgy adódik, és szintén nem alakul ki benne egy klasszikus függőség. És akkor ezután van a függőség, és van a problémás szerhasználatú függőség, ami már viszont elég komoly helyzeteket jelent, mint pszichés, mint egészségügyi, fizikális szempontból, a környezettel való kapcsolat szempontjából. Tehát, hogy, és ennek is van azért sok lépcsőfoga, mert amikor elképzeljük, hogy na, az a drogos, aki kiáll a vénájából a tűcsont, sovány és koszosan kóvályog az utcán, miközben ugyanúgy, mint az alkoholizmusnál, tehát, hogy nem is szeretjük szorosan ketté választani, de azért illik és jó ketté választani, amikor beszélünk róla terminusokban, hogy bizony lehet vállalatigazgató is kokainfüggő, úgyhogy amúgy nincs teljesen jól, sőt nagyon, de elvégzi a munkáját. Tehát, hogy azért ezeknek, és mégis nevezhetjük problémás használónak, mert már nem olyanok a szociális kapcsolatai, már nem olyan, hogy elviseli a világot. Számos szervezet foglalkozik különböző szakmai megközelítésekből a kábítószer használókkal. Egyrészt ez nyilván egy egészségügyi kérdés is, másrészt szociális kérdés is, harmadrészt kriminalisztikai kérdés is. Például az Önök Egyesülete, az ebből a szempontból melyik kategóriába sorolható be, hogy egyáltalán a drogosoknak segítő civil szervezetek, azok a klasszikus felhasználási sémákba bárhol elhelyezhetők-e? Én azt gondolom, hogy a klasszikus civil szervezetek például nem jogi szempontból osztályoznak és foglalkoznak, bár a magyar jogrendszernek mégis aládolgozunk abból a szempontból, hogy nagyon sok civil szervezet végzi el például az elterelést, ami ez mondjuk a Drogstop Egyesület esetében, ez a megelőző felvilágosító szolgáltatás, és az előző kérdéshez kapcsolódva, ahova bekerülhet azon személy, akit a rendőrség tetten ér, és vélhetőleg ez egy első próbálkozása, de mégis büntető jogi következménye van. Így elvégzi ezt az elterelést nálunk, ami viszont már a szemléletünk alapján működik, vagyis ez a pszichoszociális megközelítés, miszerint önismeretre, társismeretre, kapcsolati rendszereknek a jobb megértésére, készségfejlesztésen alapul. Tehát, hogy egyfajta kvázi életvezetési és önismereti programban vesz részt ezzel együtt, hogy kap konkrét edukációs ismereteket a szerekről, mert azért a használat, tehát az egy kipróbálások közben is azért így előfordulhat, hogy főleg most, hogy ez a évek óta, hosszú évek óta van a újnak nevezzük még ezeket a
pszichoaktív szereket, de az úgynevezett dio-designerek, amik gyakorlatilag, minthogyha kísérleteznének elevenen embereken, hogy különböző vegyületeket megváltoztatva még mit lehet ebből kihozni, és tudatot módosítani. Ezekről mondjuk jó tudni, hogy konkrétan mérgező szemetekből vannak összeállítva, most így póriasan kifejezve magam. Illetve, hogy egyéb tudást is meg lehet ilyenkor szerezni, de a lényeg a kérdésére, hogy inkább a civil szervezetek próbálnak egy személyközpontú segítségnyújtást adni. Az, hogyha egy büntető eljárásba droghasználat miatt bekerült fiatal vagy idősebb, ebből a szempontból teljesen mindegy, az elterelést kapja büntetésül az eljárásban, és akkor önökhöz kerül. De itt azért számos olyan más aspektus is van, amikor azt gondolnánk, hogy a helyzettel foglalkozó civil szervezeteknek együtt kell működniük az állami ellátórendszerekkel, vagy a rendszerekkel. Kikkel kerülnek kapcsolatba, és vannak-e közös programok? Vannak, és hogy most már a civileket egyébként professzionalizálta az állami rendszer, mivel állami feladatokat látunk el, tehát meghatározható módon a civil szervezeteknek is kötelezően kell alkalmazni akár mondjuk pszichológust, vagy addiktológus szakorvost, pszichiátert, szociális munkást. Ettől függetlenül pont az infrastruktúra és a komplex tudás miatt kapcsolatban vagyunk mindenképpen kórházi osztályokkal, az egészségügyi ellátórendszerrel, a rehabilitációs otthonokkal, illetve rehabilitációs terápiás programokkal, mondjuk, mert hogy mi mondjuk a Drogstop például tudunk bejárókkal foglalkozni a közösségi ellátásunkban, akinek mondjuk van valamilyen függőséggel kapcsolatos problémája, amiből szeretne változtatni, kilábalni, hozzátartozókkal, akik nem tudnak mit kezdeni a függő hozzátartozóikkal, társfüggőkkel, de például már egy komplexebb felépüléshez lehet, hogy egy olyan kórházi osztályban kell kezdeni, vagy drogambulanciával, ami mondjuk az állami szervhez kapcsolódik. És az iskolák? Az iskolákba járnak a mi gyerekeink, a jövő nemzedéke, tehát az országnak kvázi nem tudom hány százaléka. Az iskolákban lehetne egészségfejlesztő programokon keresztül prevenciós tudást átadni a fiataloknak, ami a Drogstop szemlélete szerint ez szintén önismereti alapú, szintén adekvát információkon múlna, indirekt, vagyis hogy bevonva, megszólítva a fiatalokat, a gyerekeket. Kíváncsiak vagyunk nagyon, hogy ők mit tudnak, mi van a fejükben, mit használnak, hogyan léteznek akár a függőségek szerhasználat egyéb terén az online térben, meg az ehhez kapcsolódókkal, és az iskolák lenne az a szintér szintén, ahol a pedagógusokat meg lehetne szólítani, illetve a szülőket a rengeteg félelmükkel együtt. Az iskolákban jelenleg rengeteg a tabu, nagyon félnek a prevenciós programoktól, leginkább azért, hogy nehogy azt mondják, hogy azért jöttek ide, mert nálunk akkor szerhasználó gyerekek, tanulók, fiatalok vannak, miközben a prevenció az megelőzés. És hogy... Vannak egyébként iskolai programjaik? Van, hogy eljutnak iskolába, és ott prevenciós előadásokat, vagy ismeretátadó előadásokat tartatnak a gyerekeknek? Nekünk van. Egyébként más civil szervezetnek is van. Általában ennek az lenne a hivatalos módja, hogy pár éve, nem tudom megmondani, hogy mikor, pont azért, hogy nem mindenféle kókler vagy ilyen-olyan programok kerüljenek be az iskolába, a civil szervezeteknek ezeket a programjaikat a Nemzeti Egészségügyi Fejlesztési Intézetnél szakmai ajánlásért meg kellett futtatniuk. És akkor x darab civil szervezet meg is kapta ezt az ajánlást, például mi is, és akkor ezt elvileg meg kéne nyilvánosan hirdetni, hogy meg is van az iskolai igazgatók meg a tankerület felé, amiből az iskolák választhatnak ezekből a programokból, mégpedig elvileg a tankerület finanszírozásával. Ez elég döcögősen történik, és gyakorlatilag továbbra sincs nagyon lehetősége a prevenciós programoknak bejutni az iskolába, pont azért, mert akkor nem tudná a tanár megtartani a tanóráját, akkor azt hova adminisztrálja, az hogy legyen, és ugye egy prevenciós program az nem egyszer 45 perc, az legalább 5 alkalomszor, mondjuk 3-szor 45 perc, plusz mindenféle más térbe áttett program, tehát hogy
Tehát ez nem egy Mária Teréziát, de még azt se lehet ugye szárazon megtanítani. Illetve jelenleg gyakorlatilag a rendőrség vette át ezt a szerepet, tehát a rendőrség programjai kerülnek be az iskolába, mint ahogy eddig a DADA program volt, most pedig egy ilyen másfajta programot állítottak össze, ami után persze, hogyha kérdése van az iskoláknak, akkor felhívhatják a listán szereplő civil szervezeteket, de hogy úgy érzem, hogy nem élünk eléggé ezzel a lehetőséggel. Batári Szepes Jenikó, köszönöm szépen, hogy itt volt. Az iskolát meg üzenjük itt Újpesten is, hogy bizony a drogprevenciós programokat engedjék be a falaik közé, hogy később ne legyen nagyobb baj, vagy ha lehet, akkor egyáltalán. Köszönöm a figyelmüket, ez volt a Helyi Érték, jövő héten is találkozunk.